Az első részt meg majd belinkelem. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban néhány recenziós könyvről lesz szó. Mert valamikor június-júliusban azt hiszem csináltam egy videót, amiben az első fél év során kapott recenziós könyveket mutattam be. Mármint csak az, hogy mit kaptam, nem így konkrétan beszélni róla, hogy mi miről szól, mert nem olvastam ugye akkor még a nagy részét. Talán novemberben ez ki fog menni. És akkor ez így még jó december elején, novemberben. Ami nagyon durva, mert amikor felveszem ezt a videót, jövő héten már december lesz. Tehát, hogy a november az most már megint olyan, mint a tavalyi, nem, mint a március volt, hogy nem emlékszem, mi történt benne. Igen, azt hiszem 8 könyv van nálam, valahogy úgy 2, 4, 6, 8, igen. Úgyhogy ez is már viszonylag sok, és akkor ez is így egy videóban már tutira ezek a könyvek benne lesznek, ha már megkaptam recenzióban. Az első Sárközi Zsolttól egy Cseppnyi Élet sorozat cím, azt hiszem az egy Cseppnyi Élet, és a kötet címe az ez, hogy Ki vagyok. Ez egy ilyen nagyon rövid, gyerekeknek szól egyébként, azt hiszem eredetileg ilyen 10 pluszos, és maga a téma az ilyen filozófikus, és így egy cseppet követünk végig benne. Nem nagyon tudom jobban elmagyarázni, hogy miről szól a könyv. A lényeg, hogy igazából ezt én már elolvastam, mert hát ugye csak 60 oldal, és szóval nagyon gyorsan el lehetett olvasni. Ezt az író küldte nekem el, amit nagyon szépen köszönök, meg persze mindegy meg másik könyvet is, ami ebben a videóban lesz. Ez amúgy egy nagyon aranyos kis kötetecske volt, és elvileg majd jönnek újabb részei, folytatások, úgyhogy arra is kíváncsi leszek, mert egyébként nem vagyok egy nagy filozófia fan, de ez érdekesen volt leírva meg aranyosan, úgyhogy tetszett. A másik az Eastern, ez egy időben elég sokat volt reklámozva például Mojon, ennek a szerzője Martin Kay, és ezt a könyvet is, októberben, nem, körülbelül ezt a kettőt egyszerre kaptam. Ezt én még nem tudtam elolvasni, mert jelenleg több másik könyvet olvasok, és először azokat akarom befejezni, mielőtt ráugornék a többi recenziós könyvre. Ez pedig egy ilyen western és manga egybegyúrva, valami ilyesmire emlékszem, hogy ez így stílusügyileg, amúgy pedig egy ilyen westernes sztori. Egyébként kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz, most apa elkezdte. Hol tart? Az 50. oldalon tart, úgyhogy akkor még nem annyit, nem olvasok belőle sokat. Úgyhogy majd azért ezt is következőnek megpróbálom sorvenni valamikor mostanában. Aztán a Metropolis Media kiadótól kaptam még itt 6 másik könyvet, igen. Az első, ez egy... ez egy észt sorozat talán. Basszus, megnéztem, és nem cseh, szerintem észt. Ez egy 4 kötetes sorozat, legalábbis ezt a 4 kötetet kaptam meg, és egy sorozat. Ez a Melchior, nem tudom, hogy kell kiejteni, elnézést. Az első rész, ez Indrek Halgra. Az a problémám az ilyen fancy betűtípusokkal, hogy egyszerűen nem tudom, hogy jól olvasom-e a Indrek Halgra. Igen, szerintem észt. Szóval ez nagyon-nagyon jó lesz nekem a Barangolás Európában hoz. És az első rész az a Melchior, tényleg nem tudom, hogy kell kiejteni, majd meg kell Google fordítoznom. Szóval Melchior a patikárius és a Szent Olaf templom rejtélye. A második a... ugyanaz, jó, igen. Melchior és a Kerekeskút utcai dérce. Igen. Aztán Melchior és a hóhér lánya. Látszódik kezdve, nagyon rosszul állítottam be a lámpákat. És a negyedik pedig a Melchior és a Piritai folytogató. Igen. Hát tényleg, hogyha valaki tudja ezt, hogy kell kiejteni, így fonetikusan leírhatja nekem, hogy az elkövetkező videóban, hogyha véletlen szó lenne róla, akkor ne végig rosszul ejtsem ki a neveket. Igen. Szóval ez így egy sorozat, és legalább tuti van egy újabb rész a Barangolás Európában hoz. Úgyhogy
majd ezt is. Az a baj, hogy most van egy csomó recenziós könyvem, meg egy csomó másik könyvem, és mindent olvasni kéne, és most rettenetesen nincs kedvem olvasni egyébként, szóval nem baj. Majd szépen lassan fogom őket és sorba veszem. A következő, ez egy nagyon-nagyon szép kötet. Közelebb tolom kicsit, bár az én arcomon fog maradni fel szerintem a fókusz. Ez az Alkimista lányának különleges esete Theodora Ghosttól, és ezt még, mikor előkészületben volt, már akkor láttam, és akkor lecsaptam rá, hogy én ezt el akarom olvasni, úgyhogy nagyon örülök, hogy meg is kaptam recenzióba, és majd el tudom így olvasni. Majd ezt is előbb-utóbb sorra veszük, viszont ez gyönyörű ez a könyv, ezt már csak azért is meg akartam kapni, meg akartam szerezni. És ha minden igaz, ez 7 könyv volt, szóval az utolsó, 8. Igen, szóval az utolsó könyv pedig, ami ilyen második féléves recenziós holként most itt ide bekerült. Szóval a Sárkány hívása, ami az Igazlátó krónikák első része. Erről már van Barangolás Európában rész, meg már több videóban is láthattátok, mert ezt már olvastam. Ez egy ilyen rövidke kis fantasy könyv, viszont én ezt nagyon vártam, hogy megjelenjen, mert ez ugye Dán és Barangolás Európában részt is tudtam így hozzá készíteni, és régóta el is akartam olvasni. Igazából ezt most nem is akarom hosszabbra nyújtani, mert nagyon sokat ezekről a könyvekről még nem tudok elmondani, tekintve, hogy vagy nem olvastam őket, ha megolvastam, és olyan, mint ez, akkor van róla egy külön videóm, úgyhogy azt csak belinkelgetem, aztán majd remélhetőleg olvasni fogom, tudom majd olvasni a többit is. Szóval ezeket a könyveket kaptam most így az elmúlt 5 hónapban kb. 6. Mindegyiket nagyon-nagyon szépen köszönöm, és majd igyekszem őket elolvasni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!